Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, esetleg egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Erről készítek egy videót álnéven, vagy egy hangfelvételt, és e-mailen keresztül ezt megkapod. Ez a felvétel megjelenik május 16-án. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Purvapalguna holdházban van. És ez a holdház azt jelenti, hogy itt most történik valami, lesz mozgás, előre mennek az események, ha vannak ötletek, tervek, akkor ez most megvalósítható. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolatát felül látjuk. A ház, és ott van mellette a remény. Mire vonatkozhat ez? A ház, az lehet az ő otthona, vagy a te otthonod. Itt kiszépül valami, vagy lesz egy látogatás, ott van ehhez a remény. Lehet, hogy keres egy ingatlan, és megvan a remény, hogy megtalálja ezt a házat. A ház az jelentheti a szülői házat is, vagy a rokonságot. Ott is megvan most a remény, hogy javul a helyzet. A ház utalhat a munkára is, valaminek a kiépítése, vagy otthonról dolgozik. Ami kettőtöket illet, ott van a remény ahhoz, hogy itt legyen egy közös otthon, vagy közösen kiépítsetek valamit. Ami az érzelmeit illeti, azt bal oldalon látjuk. Ott van a szerelem és a levél. Ez lehet egy szerelmes levél, vagy elvárja azt, hogy te írj érzelmekről. A levél lehet egy szerződés is, például egy adásvételi szerződés, vagy egy bérleti szerződés, és összefügg a házzal. És ott van a szerelem, ő így érzi. Ő szeret téged, és érzi azt, hogy te is szereted őt. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható. A lovas hintó jelent egy utazást. Ez lehet egy közös nyaralás. Vagy ha ő messze lakik, akkor lehet egy látogatás, vagy ő meghív téged, és szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. Az utazás gyakran jelent változásokat, mint például egy költözködést. És akkor az összefügg a házzal, meg az iratokkal, minden esetre látható az örvendezés, egy jó hír, vagy egy szép találkozás, örültök egymásnak. Mi fűz össze benneteket, az középen látható, ez a magyar kártya jelenti a betűket, meg a régi írásmódot. Ez a rovás írás ott középen tulajdonképpen a K betűt jelenti. De mégis mi odaírtuk az A betűt is, mert néhány írásmódban ez a jel az A betűre utal. De inkább a K betűről van szó. Most elgondolkozhatunk azon, hogy mit jelentenek ezek a betűk, az A betű vagy a K betű. Például Aladár, vagy Adél, vagy Károly, vagy Katalin, mint egy helység, Andalúzien, ez jutott most így eszembe, vagy mint fogalom, kör, vagy adni,
valamit valakinek. A középen lévő szimbólum az olyan, mint egy cikk-cakk. Erről ez jut eszembe, hogy hol így, hol úgy. Még nincs egy olyan döntés, ami arra utalna, igen, ebbe az irányba tekintünk. A német nyelvű területen szintén vannak ilyen betűk és régi szimbólumok, amit ők rúnának hívnak. Ott bal oldalon alul látható a rúna, szimbólum hasonló, mint a rovás írás, és ez a rúna azt jelenti, hogy itt vannak a megújulások. Valami véget ér, ami eddig rabolta az időnket, az erőnket, és mi most más fele tekintünk, ami jelenleg fontos számunkra, és oda fektetjük be az élet erőnket, mert most ezeknél a megújulásoknál fontos, hogy bebizonyítsuk magunkat. Kell az erő. A napi energiakártya jobb oldalon látható, egy teli hold, éjszaka van. Ez a hölgy valószínű nem tud aludni, holott én nem úgy látom, hogy álmatlanság lenne, vagy kimerült lenne. Én inkább a nyugalmat érzem ennél a kártyánál, élvezi azt, hogy kint van a szabadban, csodálja a teli holdat, és itt ebben a helyzetben olvas egy könyvet. Az a fontos, hogy meglegyen a nyugalom, különösen ami az éjszakát, az álmainkat illeti. Vagy azt is jelentheti, hogy az esti órákban olvassunk valamit. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy írd le azt, hogy mit jelent az A betű, vagy a K betű számodra. Meglátogathatsz a Facebook oldalon, ott megjelenik naponta a Maja naptár. Dendera Susanna Medici néven. Én sem kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!